A listavezető HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a 19. helyen álló Rákosmente FC-t fogadta az MB3 középcsoportjának 16. fordulójában. A kékmezes vendégek irányítását nemrég a korábban MB1-ben dolgozó Zorán Spisliák vette át. A fehérmezben pályára lépő házigazdák együtteséből pedig 5 sárgalapos eltiltás miatt hiányzott Gaják Gergő, Keresztes Barna pedig sérülés miatt nem állt Acél Zoltán rendelkezésére. Jobban kezdték a találkozót a házigazdák, rögtön a 6. percben Szabó Dominik ment el a jobb szélen, visszapasszolt Kirtnernek, aki szabadon lőhetett 12 méterről, de lövése a kapu mellett ment el. Majd a 12. percben Vajda jobboldali szabadrúgását fejelték ki szögletre. A félidő derekán pedig Szabó Dominik tekert centikkel a hosszú felső sarok fölé. A 32. percben aztán megszületett a várva várt gól. Egy gyors labdaszerzés után Bekét ugratták ki, ő a kiérkező kapus mellett elrúgta a labdát, erre még érkezett Hampuk, aki közelről a hálóba gurított. Az első félidő hajrájában még Vajda szabadrúgása után Kirtner került helyzetbe, és éles szögből lőtt, a vendégek kapusa azonban lábbal hárított. A fordulást követően Turi baloldali beadása után Füredi fejelt kapura, Ritzl fogta a lövést. Majd a félpályán szerzett labdát a vendégcsapat, Lettner lépett ki és lőtt centikkel a hosszú sarok mellé. Az 55. percben Vajda távoli lövését tolta ki Ritzl a léc alól. 3 perccel később Fellegi ment el a bal szélen és lőtt élesen középre, az ott érkező Győrfi azonban becsúszva sem érte el a labdát. A 69. percben egy gyors ellentámadás végén Vajda keresztlabdáját Hampuk vette le és lőtt éles szögből kapura, Ritzl azonban hárítani tudott. A 78. percben pedig egy szöglet után Turi fejesét Győrfi fejelte ki a gólvonalról, az újabb beadást Kirtner közelről fejelte a kapu fölé. Összességében mindkét csapat elérte célját. A HR Rend Kozár Michelin hazai pályán megszerezte 13. győzelmét, míg a vendégek játékán érződött az új edző kezemunkája és a szervezettség, így csak minimális vereséget szenvedtek. Azért látszik, hogy a Spisek úr érkezésével azért egy jól szervezett csapat lett az RKSK. Ez mit jelentett a mai mérkőzésen, hogy szinte végig, tehát a 90-93. Percig 9-10 ember a labda mögött voltak, jól tolották, jól zárták le a területeket, öt védőztek, hát ez most nem annyira ízlett nekünk, tehát attól függetlenül az első fél időben én úgy érzem, hogy gól előtt már az 2-3 komoly lehetőségünk volt, az első fél időben ők nem rúgtak kapura, a másodikban itt van ez a két kontra, hát ez a játékunkban benne van, fel kell tolnunk, próbálunk gólt szerezni, igazán ez a mérkőzés akkor lett volna lezárva, hogyha a második gólt meg tudjuk rúgni rá, amire azért megvoltak a lehetőségeink, attól függetlenül, hogy ennyire zártan és szűken védekeztek, de nem sikerült, és ebből kifejezőleg így akkor az utolsó percig ez izgalmas lehet, de én nem éreztem annyira izgalmasnak, mert a két helyzeten kívül, ami 65-70. Perc körül jött, utána már azért az RKSK nem bugott kapura, és az egy fontos dolog, viszont mi sem voltunk ma annyira élesek, nem volt annyira jó játékunk, és hát ugye egyébként is nem, tehát mindig várni azt a csapattól, hogy majd itt szárnyal, azt nem lehet a pálya, egyre rosszabb, ez értelemszerű ebben az időben feltúrjuk, de nagyon büszke vagyok rájuk. Ez a 13. győzelmük, ha jól emlékszem, úgyhogy én csak erre tudok gondolni, ezért ugyanúgy 3 pont adnak, mint amikor az Iráncs ellen itt nagyobb gólánnyal nyertünk. Nem, ez a csapat nem fog mindig szárnyalni, viszont mentálisan jól állt rá, és valahol azt kell mondjam, hogy esélyt nem adott az ellenfélének azzal a dominanciával, amit így a mérkőzés alatt hirdetett, de nem játszott jól, ilyen van, úgyhogy gratulál nekik is, és szervezett RKSK-nak is. Amikor indultunk, ha valaki mondaná, hogy ilyen meccset fogunk játszani, az nehéz lenne elképzelni. Nagyon rákészültünk, azt mondom, hogy a hangsúlyt tettük arra, hogy a védekezésünk legyen stabil, hogy az ellenfélnek ne adjuk nagy lehetőség és nagy területeket, hogy ott tudjon futballozni. Amire azt mondom, hogy a csapat nagyon jól megoldotta, egész meccsen keresztül nagyon kevés hibát csináltunk, nagyon kevés lehetőséget adtunk. Igazából Kozár Michelin látszott, hogy egy felkészült csapat, amelyik MB2-re készül, van állomány, játékos állomány, van jó ötlet, van sok futball. Erre nagyon oda kellett figyelnünk, és azt mondom, a le a kalappal, srácok, hogy ma az úton néztük, hogy hány évesek vagyunk, átlagban 21 éve majdnem alatta vagyunk, úgyhogy nagyon fiatal csapat, azt mondom, ebben a pillanatban ez volt a maximum bennünk, de a jövőben lehet látni, hogy ebből a csapatból sokkal-sokkal több fog kijönni.